A ceglédi kupabútyú után kissé feszülten kezdték a meccset a kék cápák, az első negyed végén mindössze egy ponttal vezetett a házigazda. A második 10 perc egészen másként alakult, összesen 8 pontot engedélyezett a Jászberénynek a Nyíregyháza, szemben az általa szerzett 31 ponttal. Fordulás után ismét egy szoros negyed következett, a záró játékrészben aztán egyre kevesebb ellenállást tudtak kifejteni a fáradó vendégek, így végül 40 ponttal győzött Merin Mekmedovics együttese. A Jászberény szerkezetére nekünk fekszik, ahogy Cegli nem, Csarvásról ez a alacsony centereket, ezt a szerkezet nekünk jó, és ügyesen kihasználtunk ezt a dolog. Még mindig Göcsbe játszunk, látható elején, hogy ezt a kötelező eredmény, amit kell hozni, hogy kihúzunk magunkat ettől utolsó helytől, mindig tenne egy bíleg erre, hogy kezdünk az idegesen, nem választunk legjobb dolgok, amit kell csinálni, de végefele, hál' Isten, minden rendben lett. A vendégek edzője szerint mind fizikálisan, mind mentálisan felőrült a csapatát a Nyíregyháza. Elfáradtunk. Belehaltunk a két mérkőzés, amit játszottunk 4 nap alatt. Ennyi sérültem, meg beteggel nem bírjuk el ezt a terhelést. Megpróbáltunk ugye mind a két alkalommal nyerni, nyilván itt is úgy jöttünk, hogy nyerni akarunk, de annyit kivett belőlünk mind a lábakból, mind a fejekből, mind a szívekből, hogy ott már képtelenek voltunk nem hogy följebb váltani, hanem tartani ezt a ritmust. A kék cápák csapatkapitánya Bús Iván bízik abban, hogy a folytatásban egyre feljebb kapaszkodnak majd a tabellán. Én azért a rossz tapasztalatok alapján még a második fél közepén is voltam annyira nyugodt, de tény, hogy ez azt hiszem a második negyed közepén elején ott robbantottunk, ilyet volt a nagyon jó sorozatunk, és onnantól magabiztos volt az egész meccs. Sajnálom, hogy eddig kellett várni, viszont az örömteli, hogy most zsinórba a második győzelmünket arattuk a bajnokságban, és ha jól tudom, el is mozdultunk a kieső helyekről, és egyre jobban jövünk fel a rájátszást érő helyekhez, mert nagyon sűrű az egész mezőny. Annak volt köszönhető egyébként, hogy védekezésben elkezdtünk kicsit agresszívabbak lenni, akár egész pályán, akár jól megtaláltuk azokat a besegítéseket félpályán, amik szükségesek voltak, és emiatt abból sok könnyű kosarcot tudtunk szerezni, amivel tudtunk lépni. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Újbuda Mavc 85-86, Deac U23 Pécsi VSK 62-95, TF Budapest Salgótarján 83-80, Cegléd Óbudai Kaszások 107-82, Budafok Fót 96-85 és Meavc Vasas Akadémia 73-102. A tabella élén a Pécs áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát. A 4 győzelemmel és 11 vereséggel 13. Nyíregyháza szombaton a sereghajtó Salgótarjánhoz látogat.